Hát mi is nekiindultunk ennek a nagy trafi pályázatnak, bár én mondtam a nevnek, ebből sok rót nem látok. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Eljutottunk egy olyan ponthoz, ahol az Orbán rendszer és annak láncos kutyái kimutatták foguk-fehérjét. Politikailag, központilag szervezett rablóhadjárat folyik Magyarországon, amelynek egyetlen célja megtömni a fideszes zsebeket. Kérem, megháromszorozták a profit rátát, amit el lehet érni. 4%-ról 10-re emelték, sőt, a miniszterelnök azt mondta, hogy ő a 12-t is elképzelhetőnek tartja, mert hát ha lúd, hát legyen kövér, és azt mondta, hogy mert ő a sajátjait már pedig meg akarja védeni, már pedig ő az övéinek akar adni lehetőséget, mert ezt várják tőle. Hát kérem, mi meg azt várjuk tőle, hogy fejezze be a hazudozást. Azt hittük, hogy a 22 év, tehát a több évtizedes tapasztalatunk elegendő lesz ahhoz, hogy alanyi jogon esetleg megkapjuk ezt a lehetőséget. Hát mi is nekiindultunk ennek a nagy trafi pályázatnak, bár én mondtam a nevnek, ebből sok rót nem látok. De próbáljuk meg, egy próbát megér, mert minden egy próbát megér, hát ki kellett próbálni nekünk is. Hamar rádöbbentünk, hogy véletlen sincs semmi közünk az egészhez címmel. Forenszky Robi mit akar itt? Hány kopogtató cédulát hozott be? Na hát én már budapesti demonstráción is elmondtam, hogy én úgy tudtam, hogy a trafikjog megszerzéséhez pályázatot, vagy a trafikjog megszerzéséhez üzleti tervet kell beadni, nem holmi kopogtató cédulák után szaladgálni. Félelmünk beigazolódott, mikor előtte már hallottuk, hogy valószínű, hogy ez a pályázat nem rólunk kereskedőkről fog szólni. Én csak annyit tudok még mondani, hogy nagyon bízom abban, hogy még utolsó pillanatban visszalépnek, bár sok remény nincs. Olyan egyéni országgyűlési képviselőnk és polgármesterünk van, aki fideszes képviselőtársaival leült, és jó ízű kacarászás közben kisemmizett tisztességes szexuális családokat, majd a megélhetésüket jelentő üzleteket kiosztották maguk, családtagjaik és hithű elvtársaik között. Amikor ez kiderült, simán belehazudtak az ország és világ szemébe, letagadva még a találkozó megtörténtét is. Úgy, a keresztény polgári erkölcsök szerint. Aztán eljött az igazság pillanata, nyilvánosságra került a hangfelvétel, amely megcáfolhatatlanul bizonyítja, kikkel is állunk szemben valójában. És Horváth István nem mond le. Szerinte ez így rendben van. A lényeg az, hogy elkötelezett jobboldalinak kell lenni. Hát mi ez, ha nem politikai szempontrendszer? Teljesen egyértelmű, hogy mafia módszerekkel, előre eltervezetten, szervezett módon, saját maguknak átjátszva, hiszen fizeszes haverok, rokonok, anyósok, lányok, fiúk, üzlettársak nyerték el ezeket a pályázatokat. Biztos vagyok abban, hogy 2014-ben a kormányváltás után felszámoljuk a korrupciót, gyökeresen kitépjük azt a polipot, ami behálózta ma az egész országot, és visszaadjuk a politika becsületét, és onnantól kezdve a politikusok nem kereskedők lesznek, hanem a kereskedők fognak kereskedni, és a kufárokat kiűzzük a politikából. Két dolgot hadd ígérjek meg. Mivel ők szervezetten, előre eltervezetten, bűnszövetkezetben követték el ezt a bűncselekményt, ezért a Magyar Szocialista Párt pont azért, hogy ezzel az intézményes korrupció ellen ebben a formában is harcolni lehessen, ezért a Szocialista Párt azt az ígéretet teszi, hogy kormányra kerülése esetén abban a pillanatban érvényteleníteni fogja ezeket a pályázatokat, és vissza fogjuk adni a lehetőséget azoknak a tisztességes trafikosoknak, akik ebből éltek és megfelelő módon szolgáltak ki a helyi közösségeket. Visszaadjuk a lehetőséget, és még egy fontos dolog van, kérem, tisztelt Hölgyeim és Uraim, nem csak visszaadjuk nekik a lehetőséget,
de ezeket az embereket, ezt a bűnbandát el is számoltatjuk. Felelősségre fogjuk vonni. Nagyon szépen köszönöm!